Világbajnoki cím megvolt, világbajnoki címvédés megvolt, visszavonulás az is. Bár kora még nem indokolta, Balzsai Károly mégis úgy döntött, hogy befejezi profi pályafutását. Igaz, az ökölvívástól nem fog elszakadni, más szerepben folytatja. Egy sportoló, egy világbajnok, egy családapa, és mostantól egy civil ember. Pont került a 20 éves ciklus végére. Balzsai Károly életében új korszak kezdődik. Az elhatározás az már régen megtörtént, a gondolat is, és a maga bejelentés, ami ideig elmaradt, tehát most hétfőn bejelentettem, hogy az aktív pályafutásomat befejezem. Ezt így kimondani elég nehéz, az érzés is egy kicsit furcsa még. Bár már régóta élelődött bennem a gondolat, illetve hát meg is fogalmazódott, úgyhogy ennyi volt az ökölvívás, egy szűk 20 év, gyönyörű volt, de természetesen nem szakadok el a boxról, maradok a ring világába, csak a kötélen kívül lépek egyet. Az utolsó, azt mondom, két évben már mindig az utolsó meccsre készültem. Tehát az utolsó három meccsem az olyan volt, hogy ha most nem sikerül, akkor az lesz az utolsó. Az ukrajnai is, a Schwerini is azt mondtam, hogy ha nem nyerek, akkor az lesz az utolsó. Viszont a Schwerin az olyan jól sikerült, és minden olyan jól összeállt, hogy akkor elbizonytalanodtam ebbe az érzésbe, hogy lehet, hogy itt folytatni is tudnánk, de akkor megjöttek az univerzum gondjai, az edzőm elhagyta a helyet, akkor már egy nagy törésért, hogy akkor kivel folytatnám tovább. Utána meg azóta mindenki tudja, hogy csődbe ment, nem fizetett ki szinte senkit, úgyhogy már nem is lenne hol tovább boxolnom, meg eltelt már lassan egy év, és én sem lettem fiatalabb, meg annyira jól érzem magam az itthoni közegben, és olyan jól elindultak azok a dolgok, amit jó néhány évvel ezelőtt én már elindítottam, úgymond a civil élet felé, hogy most már mindenáron nem kell nekem boxolni aktívan, most már csak ilyen passzívan, illetve csak mondom, hogy mit kell csinálni, és emiatt akkor úgy döntöttem, hogy most már biztos, hogy abba hagyom. A profilét után mindig egy nagyobb űr marad, egy kisebb depresszió jön egy sportoló életében. Nem mindenki tud talpon maradni. A jelek szerint Károlynak nem lesz ezzel problémája, hiszen már most sem unatkozik. A tovább lépésben természetesen kell segítség. A legnagyobbat ki más is adná, mint a feleség, a két gyermek, a család és a barátok. Lehet, hogy voltak azért depressziós időszakok, főleg akkor, amikor úgy éreztem, hogy mégsem tudok annyira jól átlépni a profi sportolói pályafutásból a civil életpályára, amikor voltak esetleg egy kis akadályok vagy egy kis göröngy, akkor így elbizonytalanodtam, és akkor volt esetleg egy-két nap olyan, amikor depressziós voltam, de utána megint úgy felsűrűsödtek a programok, a dolgok és a tennivalók, és tudtam megint tovább lépni, illetve tovább tenni a dolgom, úgyhogy ezek remélem hamar elmúltak, illetve nem is lesznek már. Kezdtem ugye a családalapítás, hogy a két lány miatt amúgy sem nagyon lenne sok szabadidőm, de nehéz is elsorolni. Hát nyilván itt vagyok nálatok, már több mint tavaly november óta, november volt ugye az egyéves évforduló, mint műsorvezető, műsorházigazda, ugye a Mozgás című műsornak. A Kásűben elkezdtem napi szinten foglalkozni a fiatalokkal, a utánpótlással, a tehetségekkel, úgy, mint edző. Nyilván az edzői iskolát is el kellett kezdem, tehát azt tavaly szeptemberben is elkezdtem, tehát a májusban már úgymond edzői papírom is lesz, tehát hivatalosan is edzőnek mondhatom magam. A TFN az iskolát is folytatom, illetve azt sem hagytam abba, a sportmenedzserének a mesterképzését. Az ökölvívás oktatásnak egy másik formáját is úgymond magamra vettem, illetve azt is elkezdtem hobbistáknak, illetve olyan emberek, akik nem versenyezni akarnak, egy fitnessterembe nekik órát adok, illetve ökölvívást oktatok. Egy korszak végén mindig leülünk, és végig gondoljuk, mit hogy csináltunk, és az hogyan hat az életünkben. Ha valahol, akkor a sportban igazán vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Kezdjük először a jó dolgokkal és az élményekkel,
20 év alatt akadt belőlük szép számmal. A profi pályafutásomat szinte mindenki látta, aki akarta, tehát a tévék akkor nagyon-nagyon sokat mutattak minket, az újságok szinte hétről hétre írtak rólam, hogy éppen mi van velem, tehát azt mindenki látta, hogy ez egy hullám völgy volt, mint egy viharos tenger körülbelül, hogyha végigmész. Hát az amatőr pályafutásom az tökéletesen ugyanilyen volt. Én sérülés, sikerek, kudarc, sérülés, sikerek, nekem folyamatosan ilyen volt az amatőr pályafutásom is. Egy élményekkel gazdagon úgymond hagyom abba. A jóra emlékszik az ember, hogy én kicsit elmenjünk ilyen nagyon szentimentálisba, de természetesen a rosszat sem felejtettem el, mert ugye abból lehet a legtöbbet tanulni. Próbálom a gyerekeknek is, illetve a fiataloknak átadni azt, hogy soha nincs az, hogy lehetetlen, meg hogyha nagyon mélyen vagy, onnan nincs visszaút, mindannal van visszaút. Szerintem én ezt nem tudom megszámolni, de jó sokszor bizonyítottam, hogy vissza lehet térni bárhonnan. Hullámhegyek és hullámvölgyek. Minden pályafutás tartalmaz könnyebb és nehezebb időszakokat. Ki könnyebben, ki nehezebben áll talpra egy nagyobb pofon után. Balzsai Károly mindig felkelt, megrázta magát és bebizonyította, hogy nem lehet összetörni és megsemmisíteni. Talán az egyik legnagyobb padlózása 2009-ben Magyarországon történt. Ó, voltam én már sokkal korábban is padlón voltam, amikor szó szerint is ott voltam. Nem tudom erre a választ. Jó lenne, ha egy-két mondatban ezt össze tudnám foglalni, nem tudom. Én ilyen dacos, keményfejű, a végtelenig hittel tele, mármint a sportágomban, meg amit teszek, abba a szerelmes valaki vagyok. Szóval egy borzasztó családi háttérrel, ami hogyha nincs, akkor nem sikerül. augusztus 22-én elvesztette világbajnoki övét Robert Stiglitz ellen a 11. menetben technikai KO-val. A mérkőzés után kórházba került. Talán ez volt az igazi mélypont a pályafutásában. A kórházban menet, amikor feküdtem a mentőbe, akkor azt mondtam, hogy én többet sehova. Ez mikor is volt, ez mi is pontos? 2009. augusztus 22. Akkor veszítettem el a világbajnok övémet technikai KO-val itt Budapesten. De az élet nem állt meg, elkezdett mindent előről, és újra világbajnok lett. Néhány hét után borzasztóan hiányzott az ökölhívás maga. Utána már a meccs, az adrenalin és a maga az meccs hangulat. Utána az edzések is nagyon hiányoztak, illetve azt akartam megmutatni, megpróbálni először is, hogy innen vissza lehet jönni. 2011. augusztus 26-án jött el a következő mérföldkő. Az ukrajnai Donyeckben a helyi illetőségű Stanislav Kastanov ellen lépett szorítóba. A new champion, Karolé! Végül többségi pontozással megszerezte a WBA nagy középsúlyú világbajnoki övét. Mindennek ellenére az első világbajnoki címmérkőzését tartja a kettő közül a fő kedvencnek. Ez egy katarzis volt. Az sokkal stresszesebb volt. A másodikat sem nagyon hitték, de az elsőt is nagyon kevesen hittek bennem, hogy azt az ökölvívót, azt az orosz ellenfelet én valaha is meg tudom verni. Lehet, hogyha 10-szer boxolom, 9-szer ő nyer, akkor egyszer én nyertem. A legjobbkor a legjobbat tudtam nyújtani, és ő ezt nem hitte el. Csak a legvégén, amikor már legyőztem. És akkor egy olyan ünneplés volt meg hát tényleg, amiért addig úgyban dolgoztam, akkor az beérett, és ezért ezt meg az volt az első. És akkor azt többször kérdezték már, hogy melyik. Úgyhogy ez olyan nagyon tisztán érzem, hogy az első világbajnoki címemet szakmailag is,
és mindenféle szempontból a legértékesebbnek hiszem. Egy mindig vidám, pozitív és egy igazi példakép, aki már többször is megmutatta, hogy nincs lehetetlen az életben, csak hinni kell. Hinni valamiben, amiért bármire képesek vagyunk. Az életre igazán nyitott. Mi is láthattuk már sokféle szerepben. Az ukrajnai mérkőzés előtt speed fitnessezett Talmácsi Gáborral, a cím megszerzése után főzni tanította a közönséget, és, hogy a sporttól sem menjünk távol, a veszprémi kézilabda csapat 2009-ben tanítgatta a világbajnokot. Itt igaz nehéz volt eldönteni, hogy ez az esemény kinek is volt nagyobb élmény. 2012 nyarán pedig a Balatonmenen is elindult, amit talán idén már egyedül csinál végig. Azért az ökölvívás mindig is nagy szerepet töltött be az életében. Én itt nőttem föl. Régen, amikor megkérdezték, hogy mióta járok ökölhivaterembe, még azt viccesen mondtam, hogy mióta szobatiszta vagyok, de ez nem így van, mert rég közel sem voltam szobatiszta, amikor én edzésekre, meg edzőtáborúba jártam. Úgyhogy én itt nőttem fel a zsákok között. Nem tudom elképzelni máshol az életem. A család mindig is központi szerepet játszik Karesz életében. A két lány is elköteleződött a sport iránt. Nem kell megijedni, nem lesznek ökölvívók. Az anyukájuk után természetesen a szertornát választották. Ők is itt a kási sporttelepének, csak esetleg egy másik sportcsarnokában napja hetente többször, háromszor, négyszer is ott vannak. Úgyhogy ők egyelőre tornáznak, nyilván a Jászmin most kezdte, hát ő most március végén lesz már 3 éves. A Hanna, ő 5,5, ő már azért komolyabban csinálja, már különböző komoly gyakorlatokat tud, illetve mozdulatokat tud csinálni, ami azt jelzi, hogy van hozzá tehetsége, van hozzá érzéke. Nyilván rengeteg munkával, meg hát meglátjuk, hogy később mennyire fogja ő ezt szeretni, de egyelőre úgy néz ki, hogy maradnak a tornaterem világában. Egy korszaknak most vége. Új élet kezdődik a Balzsai család részére. Oktatással, tanulással és természetesen műsorvezetéssel. A munka mellett azonban a rokonok és a barátok mindig is előnyt élveznek. A mindig vidám, példamutató ökölvívó tanulságokkal és élményekkel gazdagodva új korszakot kezd, ami biztosan ugyanolyan sikeres lesz, mint az elmúlt 20 év.